Az MTK női felnőtt csapata tavaly az előkelő harmadik helyen végzett, miután a bronzmeccsen két mérkőzésen felülmúlta a Puskás Akadémiát. A Makrai László által irányított alakulat idén se szeretne lejjebb adni céljaiból, ennek érdekében formálódott át a keret a nyár folyamán. Egy-két változásunk volt, igazániból voltak távozó játékosaink, hárman távoztak a keretből, két érkezőnk volt ugye Vágó Fanni személyében és Molnár Adelina személyében, illetve az utánpótlásból kerültek fel játékosaink, akikre úgy gondoltuk, hogy most már nagyobb feladat is tud hárulni. Minden érkező játékosnál fontos, hogy hamar be tudjon illeszkedni a csapat játékába, ne mozogjon idegen testként az új közegben. Szerencsére az akadémistáinknál ilyen probléma rendkívül ritka, hiszen erről is szól a klubunk utánpótlás képzése. De az igazolt focisták is hamar megtalálták a helyüket. Szerintem abszolút nyilván nem véletlenül kerültek ide az MTK-ba, azt gondoltuk, hogy mind a játékuk, mind a személyiségük beleillik a csapatba. Ismerték mind a két játékost, illetve nyilván a fiatalokat is ismerték. A fiatalokra azt tudom elmondani, hogy nagyon hamar felvették a tempót, azért más egy utánpótlásban a tempó meg a felnőttben, de hamar sikerült ezt nekik felvenni, úgyhogy ők is abszolút beilleszkedtek, őket azért már ismertük, akik pedig úgymond kívülről érkeztek, ők is hamar felvették a tempót, azt a játékstílust, amit mi szeretnénk játszani, azt tudják, csinálják, úgyhogy nincsen velük semmi probléma. Makrai Lászlónak szilárd elképzelése van, pontosan mi is az a stílus, amit látni szeretne a pályán. Alapvetően a vezetőedzőnk arra törekszik, hogy minél többet birtokoljuk a labdát, szeretnénk az MTK stílushoz hű maradni, tehát szeretnénk labdát kihozni, kis passzos játékkal előre törni igazándiból, és így gólokat szerezni kombinatív játékból, és erre törekedni igazándiból az összes csapat ellen. A taktika tehát adott, és a tavalyi szezonhoz képest előrelépést is mutatnak a lányok. Azt gondolom, hogy a kombinatív játékot tudom kiemelni, tehát azért középpályán is most már jobban összeért a csapat, jobban tudják egymás mozgását, ezáltal jobban tudunk kombinatív játékot kialakítani. A 23-24-es harmadik hely után tehát nincs sok arra, miért ne tűznék ki idei célnak a még fényesebben csillogó érmeket. Amikor elkezdtük a szezont, abszolút az volt a célunk, hogy szeretnénk odaérni a döntőbe és döntőt játszani. Megtesznek mindent a lányok, illetve a szakmai stáb is, hogy minél előrébb végezzünk a bajnokságban.